Sziasztok! Itt Zsófi és Vince. Ma ő is velem fog tornázni, együtt fogunk tornázni. Nem nagyon szeretem azokat a videókat, amiben azt állítják, hogy bármikor tudsz gyerekkel is tornázni otthon, mert úgy kényelmes, és majd mindig partner lesz a kisbabád. Ez egyáltalán nem igaz, és fogalmam sincs, hogy Vince mennyire lesz most partner, de azt döntöttem el, hogy akárhogy is, én felveszem ezt a videót, és megmutatom, hogy ha már otthon kényszerülsz tornázni, úgy, hogy a babád is veled van, mert természetesen vannak tök jó programok, és itt is sok szeretettel ajánlom a Gyerünk Anyukám összes programját, mert tényleg azok fantasztikusak, ha például apuka tudsz segíteni, vagy te tudsz a gyerkőcökkel tornázni. Vincével ez gyakorlatilag lehetetlen, de megpróbálkozunk, hogy mire vagyunk képesek. Lesz 4 darab feladatunk, mind a 4-ből 10-et próbálok meg kivitelezni, és aztán meglátjuk, hogy Vince kimegy a képből, vagy mérgelődik, vagy cicizni szeretne, amit természetesen csináltunk előtte. Jó, Vince, tornázol velem? Tornázni? Igen. Na figyelj! Bemelegítés után természetesen kezdjük rögtön egy kis hasizommal. Leteszed a két lábadat, és megfogod a kisbabádat, vagy a nagybabádat. Igen. És egyik irányba és másik irányba fogjuk ötteni. Egyik, másik, kettő, három. A két térd maradjon egymás mellett. Négy, öt, ki, hat. Már csak 4 pár, jó? 7. 8. Még 2. 9. 9. Utolsó. 10. Ügyes vagy. Figyelj, ide csücsülsz, jó? És lovacskázunk. Hátra lefekszel, egy kis farizom gyakorlat. Válhídhoz beállítod magad. Ott ül a kisbabád, és innen emelkedünk föl, és le. Hót, kattonna, ketten ülünk egy lóra, hárman meg a csikóra, úgy megyünk el Budára, a budai vásárba. Hát fogalmam sincs, hogy ez mennyi volt, de még fönt is párat, jó? Még egyszer. Hót, kattonna, ketten ülünk egy lóra, hárman meg a csikóra, úgy megyünk el Budára, a budai vásárba. Csúszda! Kész! Jó! Följövünk, és figyelj, fölállunk. Jó? Te leszel a súlyzó. Ide. Egyenes háttal, kis terpezben, hajlított lábbal ledőlünk. Figyelj, Vince, föl, le, föl, könyököket hátra húzzuk. Föl. Hoppá. Hoppá. Gyere, cseréljünk egyet. Jújúj. Nem jó. Hopp. Például ebből a gyakorlatból azt hiszem 7-et tudtunk. De ha te tudsz, akkor csinálj még 3-at. Jó. És a következőhöz csücsülj! Nézd ide, miket adok! Karácsonyfa dísz! Természetesen nem üvegdíszeket adok neki. És a végére, hogy legyen egy kis kardió, 10 darab négyütemű fekvőtámasz. Ja, innen kell kezdeni. Hopp! Szia, Vince! Jaj! Hopp! Úgy viccesebb? Szépek a díszek? Verjed! Hopp! Szia! Ennyi volt? Igen. Úgy érzed, anyu elfáradt? Csücs! Csinálunk még 2-t, jó?
Nem tudom már, hol tartottunk. Ja, kimaradt a karhajlítás. Úgyhogy itt. Kettő. Jó. Na gyere. Aha. Na, hát ennyit bírtunk mi ma, és egyébként máskor sem sokkal többet. Viszont engedd el a hajam. Nézd csak meg. Itt a két kis autóhúz. Meg a jó, fordítsd hátat. Szóval én bevallom, hogy nem tudunk nagyon Bincével tornázni, de azért voltak olyan esetek, amikor azért ehhez hasonló gyakorlatsorokat azért néhányszor végig tudtunk csinálni, és ez sokkal több, mint a semmi. Persze egyébként ezeket a gyakorlatokat már ilyen nagyobb babákkal, tehát szülés után én már 10 hónappal vagyok, így csinálom, előtte természetesen sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a prevencióra. Na hát köszönöm, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a kis videó, és hogyha igen, akkor légy szíves, ne felejts el feliratkozni, illetve nyomni egyet a tetszikre, és Instagramon és Facebookon is követni az oldalaimat. Integetünk? Boldog adventet kívánunk! Te nem. Puszit. De jó. Bú. Igen, de ne harapj meg. Sziasztok! Bú.